Sziasztok ismét! Ez most nem kamu háttér. Ez most tényleg van. Kint a természetben. Végül is nyár van, nem? Lassan már másfél hónap telt el azóta, hogy sor került az informatika érettségre nyáron. Úgyhogy épp itt az ideje annak, hogy megnézzük a programozás feladatot, és akkor közösen megoldjuk. Most ez egy kicsit másképp fog működni, mint ahogyan a korábbi videókban megtörtént, ugyanis most első lépésként végignézzük magát a feladatsort, és megbeszéljük, hogy hogyan kellene megoldani. Majd utána jönni fog akkor egy olyan videó, ahol konkrétan implementáljuk is C++-ban, ahogy az már korábban is volt, illetve most még megnézzük C#-ban is. Mert valakinek arra is van igény. Úgyhogy akkor csapjunk is bele, nézzük, hogy mi volt az idei feladat. Feladatsort továbbra is megtaláljuk a neten, letölthetjük a PDF-et, a negyedik feladat lesz a mostani kiszemelt gödrök névre hallgat. Csatolmányok között található a bemeneti állomány a mélység.txt. Megint csak azzal indítunk, hogy megpróbáljuk értelmezni, hogy mi volt a motiváció. Nyilvánvalóan itt is adott egy file szöveges formában, abból kell beolvasnunk az adatokat, és azt kell majd feldolgoznunk, és vélhetően írnunk is kell majd file-ba. Egy adott területen van egy meghatározott szakasz, ahol elkezdtek gödröket ásni. Leegyszerűsítve, ugye csatornázásról van szó. A munkálatok még nem értek véget, az éppen aktuális állapotot tároljuk benne a fájban. Van egy csodálatos példánk, ahogy így térben mutatják nekünk, hogy miként kell elképzelni a dolgot, illetve még azt is szemléltetik, maga a számsor, amit a fájban találunk, az mit jelent. Az információ pedig lényegében annyit hordoz magában, hogy hol mennyit ástak le eddig. Ugye itt arról van szó, hogy elindulunk a szóban forgó szakasz elejétől, és akkor méterenként olyan információt tárolunk, hogy mekkora a leásott mélység. Egyébként most szerkezetileg borzasztó egyszerű fájlunk van, nincsenek benne komplex adatstruktúrák, nincsenek benne entitások, amelyek több komponensből épülnek fel, egyszerű számsorunk van. Tehát lényegében majd, amiben dolgozni fogunk, az egy szimpla egészeket tároló tömb. Nullák, illetve pozitív számok lehetnek benne. A nulla az azt jelenti, hogy a felszín még sértetlen. Minden más pozitív szám pedig, hogy hány méter mélyen vagyunk lent, arról pedig egyértelműen nem írnak, hogy lehet ez negatív. Tehát, hogy kifele. Ezeket az infókat akkor a mélység.txt állomány tárolja. Minden egyes szám külön sorban található. Legfeljebb 2000 szám lehet az állományban. Ugye ez a tömb mérete, tehát létrehozhatunk akkor egy fix 2000 méretű tömböt. A számok értéke legfeljebb 30 lehet. Van az a szituáció, amikor ez fontos, most talán kevésbé, meglátjuk. Tudjuk, hogy az első és az utolsó méteren mindenképpen sértetlen a felszín, tehát ott biztosan nullás szám szerepel. Lehet, hogy ezt még elsőre nem látjuk, de ez egy hasznos információ és nagy segítség lesz. Szóval adott tehát a mélység.txt állomány, amelynek tartalmát beolvassuk, programforráskódját, Godor néven fogjuk elmenteni, ne felejtsük el, ez is fontos. Felhasználó által bekért adatokat nem kell validálnunk, nem kell ellenőrizni, semmi, feltételezzük, hogy minden rendben van, és csak tesszük a dolgunkat. További instrukciók, hogy hogyan illik, hogy kérjük, hogy második feladat, blablabla. Egyébként itt a legvégén most is megtaláljuk, hogy milyen féle kimenetet várnak el tőlünk, és most sem ragaszkodnak az ékezetes karakterekhez. Na és akkor nézzük a feladatokat, az első senkit nem fog meglepni, olvassa be és tárolja el a mélység.txt file tartalmát, írja ki képernyőre, hogy az adatforrás hány adatot tartalmaz. Hú, tehát hány rekordot olvastunk be? Rekordot, számot, sort. Ezután jön a második, aminek logikailag nem éppen itt lenne indokolt a helye, valószínűleg a nehézségi szintje miatt lett a második feladat. Olvasson be egy távolságértéket, majd írja ki a képernyőre, hogy milyen mélyen van a gödör alja azon a helyen. Ezt a távolságértéket majd a hatodik feladatnál fogjuk felhasználni a továbbiakban. Ami fontos ugye megint, hogy mit jelent az, hogyha mondjuk egyes térbe, hogy az az első méter, vagy a 0-1, tehát az egyes index, azaz a második adat. Véleményem szerint itt is amolyan sorszámokban kellene gondolkodni, tehát ha az ember azt írja be, mint a példában is, hogy 9, akkor -1 a 8. indexű számra vagyunk kíváncsiak. Majd jön a harmadik feladat. Határozza meg, hogy a felszín hány százaléka maradt érintetlen, és jelenítse meg 2/10 pontossággal. Itt megint csak arról van szó, hogy milyen hosszú az a szakasz, amiről tároljuk az adatokat? Elméletileg ezt a legelső kérdésnél már meg is válaszoltuk, tehát hány számot olvastunk be? Meg kell számolni, hogy hányan vannak a nullák, és akkor ugye a teljes hossz, meg a nulláknak a száma az érintetlen terület, tehát vesszük a nulláknak a számát, elosztjuk a teljes hosszal,
és hogyha egy szép százalékos értéket akarunk, akkor még ezt beszorozzuk 100-zal. Utána már csak azzal kell trükköznünk, hogy hogyan lesz ez a 2/10 pontosság, vagy van egy függvény, ami rendelkezésünkre áll, és akkor annak a segítségével megoldhatjuk ezt a kis kerékítés dolgot, vagy alkalmazhatjuk azt a trükköt, amit múltkor már mutattam. Beszorozzuk 100-zal, vesszük az egész részét, osztjuk 100-zal, és akkor biztosan 2/10 pontosság lesz. Aztán jön a negyedik, ahol nem tükölnek, már elkezdünk fájba írni. Írja ki a gödrök.txt fájba a gödrök leírását, azaz azokat a számsorokat, amelyek egy-egy gödör méterenkénti mélységét adják meg. Minden gödör leírása külön sorba kerüljön. Az állomány pontosan a gödrök számával egyező számú sort tartalmazzon. Próbálja meg mindenki emészgetni ezt a dolgot, alatta egyébként van egy kis példa, hogy miként kellene ezt elképzelni. A nullák azok nem kerülnek bele, a mélységek kerülnek szépen egymás mellé, ha jól látom, egy szó közzel elválasztva. Amikor egy új gödörnek a számai következnek, akkor az már új sorba megy. Lényegében mit kellene csinálnunk? Elindulunk a legelejétől a számoknak, valahányszor egy nem nulla számhoz érünk, azt egy az egybe dobjuk is bele a fájba, meg mellé rakunk egy szóköz. És valahányszor egy olyan szituáció áll elő, van egy nem nulla szám, és azt egy nulla követi, akkor kell belerakni egy sortörést, ugyanis akkor ért véget egy gödör. Ez a feladat nem túlzottan bonyolult. Ötös feladat. Határozza meg a gödrök számát, és írja ki a képernyőre. Lényegében, hogyha valaki nagyon fúfangós, akkor az már az előző feladatban meg is számolhatja a gödröket, de jó, tegyük fel, hogy akkor ezt elkülönítjük, és lesz egy függvényünk az ötös feladat számára. Nagyjából annak a 80%-át az előző feladatban már megírtuk, úgyhogy azt csak át kell emelni, és számolnunk kell, és készen vagyunk. És a hatos feladattal zárul az egész, ami rögtön öt részből áll. Ugye a kettes feladatban beolvastunk egy pozíciót, megmondtuk, hogy ott hány méter mélyen vagyunk, és akkor itt jönnek a további érdekességek. Rögtön azzal indítanak, hogy amennyiben az adott helyen nincsen gödör, akkor jelenítsük meg azt a szöveget, hogy az adott helyen nincs gödör, és akkor készen vagyunk, de nyilvánvalóan fel kell készülni a további esetőségre is. Amennyiben gödör található, akkor határozza meg, hogy pont. Nézzük az alrészt. Mi a gödörnek a kezdő és végpontja? A meghatározott értékeket írja ki a képernyőre. Hát egyszerűen mi valahova oda bögtünk, elindulunk szépen mindkét irányba, egészen addig, amíg nullákat nem találunk, és akkor megvan a kezdeti, meg a végpozíció is. Ilyen egyszerű. B feladat. A legmélyebb pontja felé mindkét irányból folyamatosan mélyül-e? Megpróbálják érthetőbben megmagyarázni ezt, hogy azaz a gödör az egyik szélétől monoton mélyül-e egy pontig, és onnantól monoton emelkedik a másik széléig. Én azért nem vagyok benne biztos, hogy ezzel meg sikerült volna magyarázni. Tehát, hogy igazából annak a jelenségnek vagyunk-e szemtanúja az adott gödörnél, hogy a szélétől elindulva szépen mélyedünk egy adott pontig. Hát egész konkrétan ő arra gondol, hogy mélyedek egy pontig, majd utána visszaemelkedek. Nem kell folyamatosan, legalábbis itt nem azt mondta, hogy szigorúan monoton, tehát megengedjük igazából azt is, hogyha két ugyanolyan mélység van egymás mellett, csak nincs benne olyan, hogy egyszer csak visszaemelkedik, majd megint le, és megint vissza, és így néz ki a gödör. Itt végül is akkor tényleg azt kellene megvalósítanunk, fogunk egy indexet az egyik végéről, a másik végéről is, és akkor egy ciklusban elkezdjük ezeket szépen léptetni, hát egyik az csökkenni fog, a másik meg nőni, és ezt egészen addig ismételjük mind a kettőnél, amíg teljesül az a feltétel, hogy kisebb egyenlő, illetve a másik esetén nagyobb egyenlő, mármint a két egymás melletti érték. És amikor ez az egész megáll, akkor egy pontban találkozik-e a kettő? Hát, hogy mind a kettő az szépen el tud jutni addig a bizonyos legmélyebb pontig. Ha mondjuk az egyik a szépen elindul erre, a másik elindul erre, itt van egy legmélyebb pont, ahonnan már emelkedne vissza. Meg mondjuk itt is, akkor lényegében meg fog állni a ciklus mind a kettő index esetén, és nem értékel egymást, tehát ott még valószínűleg van egy kis csücsök középen. Mekkora a legnagyobb mélysége? A meghatározott értéket írja ki a képernyőre. Wow, hát elindulunk az elejétől a végéig, mármint az adott gödörnek, és megnézzük, hogy mekkora a legnagyobb érték. Egyfajta maximum keresést hajtunk végre. És kész. Mekkora a térfogata, ha a szélessége minden helyen 10 méternyi, a meghatározott értéket írják egy képernyőre? Hát ez megint pofon egyszerű. Ugye itt most térben vagyunk, de ezt első körben úgy tudjuk vizualizálni, hogy területről beszélünk. Haladunk méterenként, és mindegyiknél adva van, hogy milyen mély. Hát ezeket az értékeket szépen összeadjuk, megkapjuk a területet, amit aztán beszorzunk 10-zel, és akkor megkaptuk a térfogatot. Ez megint nem egy ördöngőség. Majd jön az E feladat.
ugye? Már itt is vagyunk. A félkész csatorna esőben jelentős mennyiségű vizet fogad be. Egy gödör annyi vizet képes befogadni anélkül, hogy egy nagyobb szélvihar hatására se öntsön ki, amennyi esetén a víz felszíne legalább 1 méter mélyen van a külső felszínhez képest. Akkor tökéletes, ha addig töltjük fel, hogy még 1 méter marad a víz felszíntől a föld felszínig. És most arra kíváncsi, hogy ennél a szóban forgó gödörnél mekkora ez a vízmennyiség, mekkora ez a térfogat? Ugyanaz a térfogat kell, mint amit az előbb kiszámoltunk, csak a legfelső 1 méter magas sávot kellene belőle eltüntetni. A mélységek már nem érdekelnek minket. Nyilvánvalóan a hosszát is beszorozzuk 10-zel, hogy megkapjuk a felső sávnak a térfogatát, és azt kivonjuk abból a térfogatból, amit az előbb számoltunk. Azt hiszem meg vagyunk. Hosszú idők óta talán ez az egyik legegyszerűbb feladatsor. Valószínűleg minden okuk meg volt rá, hogy így állítsák elő. Ettől függetlenül azért érdemes megvalósítanunk és megtekinteni a gyakorlatban is, úgyhogy tartsatok velem!